a heves és kemény politikai vitákon felül az Európai Parlamentben történt egy nagyon szokatlan határátlépés. Most először jelentették be nyíltan az uniós vezetők, hogy le akarják váltani a magyar kormányt egy általuk preferált kormányra. Orbán Viktor szerint lényegében egy esküvőt celebrált von der Leyen, Brüsszel és Magyar Péter, valamint Dobrev Klára között. Üdvözlöm Önöket a mikrofonnál, Kulifai Máté. Ebben a podcast sorozatban rendkívüli cikkek és hírek hátterét igyekszem megvilágítani. a kíváncsiak a folytatásra, kérem iratkozzanak fel a hetek YouTube csatornájára, amelyet már több mint 93 ezeren követnek, és állítsák be az értesítéseket is a csengőgomb megnyomásával. Még mindig tart a visszhangja annak az európai parlamenti vitának, amely során Uniós vezetők és képviselők sora ostorozta a Strasbourgba ellátogató Orbán Viktor magyar miniszterelnököt. A kormányfő a tőle talán nem annyira megszokott vehemenciával vágott vissza a támadóinak, de az érthető politikai vitákon túl azért volt egy jelentős újdonsága is a mostani összecsapásnak, és erről szól a hetek.hu-n még csütörtökön megjelent véleménycikkem, illetve Hasonlóról értekezett maga Orbán Viktor is a péntek reggeli Kossuth Rádiónak adott interjújában. Most felolvasom a publicisztikát, ami a hetek.hu-n jelent meg. A néppárt akarja eldönteni, hogy ki legyen Magyarország miniszterelnöke? A politikában megszokott, hogy az ellenfelek éles kritikával illetik egymást, bírálják a másik véleményét, a kormányok teljesítményét, képviselők kijelentéseit. Az Európai Néppárt és a vezetése viszont most már közvetlenül beavatkozik a magyar belügyekbe, és nyíltan felszólította a miniszterelnököt a távozásra. Mindezt annak ellenére, hogy mindössze pár hónapja, hogy a legutóbbi választáson ismét a kormánypártok győztek. Az Európai Néppárt már hetek óta készült arra, hogy szerdán a magyar miniszterelnök mint az Európai Unió Tanácsának soros elnöke Strasbourgban, az Európai Parlamentben elmondja majd programismertető beszédét. A plenáris ülés napján a pártcsalád honlapján egymás után jelentek meg a kritikus posztok arról, hogy milyen a so sajtószabadság és a korrupció helyzete Magyarországon. A bírálatok viszont már a közösségi oldalon is előbb személyeskedésbe, majd egyenesen a magyar belügyekbe való közvetlen beavatkozásba csaptak át. Az egyik bejegyzés például arról szólt, hogy Orbán Viktor maga a probléma, míg egy másikban pedig az olvasható, hogy megbukott, mint... Nemzeti vezető. Az egyik legmeghökkentőbb poszt pedig nyíltan azt üzeni a magyar kormányfőnek, hogy ideje távozni. Távozni annak a kormányfőnek, akit a magyar választópolgárok legutóbb két éve már negyedjére választottak meg kétharmados többséggel. A kérdés nem az, hogy lehet-e bírálni a magyar kormányt és a miniszterelnököt Brüsszelből és Strasbourgból, vagy sem hanem az, hogy a vajon az európai képviselők komolyan gondolják-e bármennyire a jogállamisággal és demokráciával kapcsolatos aggodalmaikat, vagy sem. A Orbán Viktor által vezetett párt koalíció 2022-ben óriási előnnyel nyerte meg a választást. Nem kell ennek örülni, vagy bármi, de el kell fogadni, hogy Magyarországon van csak nem 3 millió választópolgár, aki akkor őt választotta meg az ország vezetőjének, a szavazók abszolút többsége. De még júniusban is, az európai parlamenti választáson is a fidesz KDMP listájára érkezett magasan a legtöbb szavazat. Nem lehet elvitatni azt, hogy a magyar kormánypártoknak van egy masszív társadalmi támogatottsága. Amikor tehát az európai néppárt ezt figyelmen kívül hagyva szólítja fel a kormányfőt egy megaládó stílusban a távozásra, az a magyar demokrácia elleni támadás is. Ezt tetézte Manfred Weber, a néppárt frakció vezetője azzal, amikor a beszédében először arról lamentált, hogy a Fidesz már pedig veszített az uniós választásokon, mert csökkent az EP képviselőinek a száma, majd Kerek Perec kijelentette, hogy Orbán Viktor a múlt és Magyar Péter a jövő. A nagy kérdés viszont az, ezt ő akarja eldönteni Strasbourgból, hogy ki legyen a Magyarország következő miniszterelnöke. Ezen túl Brüsszelben egy birodalmi testület választ majd helytartót a hazánkban. Hogy kell ezt elképzelni? Hogy ki lesz Magyarországon a következő miniszterelnök, ezt nem tudjuk. Bárki is lesz, az csak a magyar emberek döntése révén lehet, nem pedig az EU vezetőinek diktátuma miatt. Mert ellenkező esetben Magyarország nem egy független és szabad nemzet, hanem egy uniós gyarmat. És ezt a hozzáállást a szuverenitásunk és demokráciánk védelme miatt pártszimpátiától függetlenül kellene minden magyarnak kategórikusan visszautasítania. Magyar Péternek talán imponál ez az uniós hátszél és a birodalom abszolút támogatása, ha viszont az ő segítségükkel akar hatalomba kerülni Magyarországon, akkor jól teszi, ha vigyáz, mert ezek a fura urak őt is bármikor le fogják cserélni, ha az érdekük úgy kívánja. Csak akkor már nem lesz olyan jogi és demokratikus szuverenitás, ami őt, ettől akkor megvédeni. Ez volt tehát a vélemény cikkem, ami a hetek.hu-n megjelent. Orbán Viktor magyar miniszterelnök pedig a következőket fogalmazta meg a Strasburgi vitával kapcsolatban, szintén egy hosszabb idézet következik. Valóban egy érdekes helyzetben, annak a kellős közepén találtam magam, oda mentem, ahogyan ez illendő magyar elnökség van, egy programunk, ennek a van mélysége, ez egy átgondolt program, szerintem egy kiváló szakmai munka. Nagyon jó stáb dolgozik itt Bóka János miniszter úr vezetésével, nagyon színvonalas programot raktunk össze. Ráadásul nem csak mi dolgoztunk ilyen programokon, hanem közben a drági jelentés is megjelent, tehát Európa bajaival más komoly országok és emberek is foglalkoznak. Tehát egy elég színvonalas vitát tudtunk volna rendezni. Arról, hogy miért van bajban az európai gazdaság, miért mennek el mellettünk az amerikaiak meg a kínaiak. Mit kéne megváltoztatni ahhoz, hogy ismét versenyképesek legyünk az európai pénzek, az emberek megtakarításai, amelyek Amerikában kötnek ki a végén, mert az európai gazdaság nem tudja őket megfelelően hasznosítani. Itt a baj a migránsokkal, erről is kellett volna beszélnünk, van egy gondunk a zöld átmenettel, ugye az áramnál két-háromszor nagyobb árat fizetnek az európai vállalkozók, mint a amerikaiak a gáznál pedig négyszeres, ötszörös árat fizetünk, hogy a fészkes fenébe lehetne így versenyezni velük. Tehát van itt gond, amiről beszélni kellett volna, és föl is készültem. Nos, ehhez képest akik összejöttek, látni lehetett, hogy vérgőzös állapotban vannak, voltak, és egyáltalán nem akartak higgadt, nyugodt, értelmes vitát folytatni az Európa előtt álló legnagyobb kihívásokról, hanem egy politikai pofoszkodást, balhét, lögdösödés, csihibúhit, kinek hogy tetszik, ezt képzelték el. És nekünk rontottak, ott tizen jöttek az emberre, az a rákendról, szóval ott rákendról volt. Nehéz helyzemben voltam, mert a magyar mégiscsak egy udvarias, nagyvonalú, jól nevelt nép. Tehát ha meghívják egy vitára, is van egy vita, akkor arról szeretne beszélni. Tehát, ha itt rárontanak az emberre, akkor két lehetőség van. Vagy elengedi a füle mellett, és én is gondoltam rá, hogy elengedem a füle mellett az egészet, hogy összpontosítsunk a munkára, de annyian jöttek tényleg, és olyan durván, hogy én attól tartottam, hogy ha itt mi most tényleg itt úri embereskedünk tovább, akkor minket még baleknek, baleknek fognak nézni. Úgy döntöttem, hogy nem hagyhatjuk magunkat, bele kell ebbe állni, nem maradhatunk senkinek adósai. Azt gondoltam, hogy övék a felelősség ezért a helyzetért, amilyen az adjon Isten, olyan a fogadj Isten. Hát mindenki megkapta, amit kellett. Néhány lángos, tasli, ott, az ott le is esett. Nem kerteltem, elővettem az összes érvemet, tudásomat, meglátásomat, és igyekeztem megvédeni Magyarországot. Na most ez mindenkit megdöbbentett valószínűleg, nem csak én voltam meglepve, hanem a magyar nézők is, akiknek egy egészen más kép él a fejükben Európáról. Azt hittük, hogy ott intelligens emberek vannak, azt hittük, hogy az európai parlamenti képviselők, persze van köztük néhány furcsa alak, aki érdekes dolgokat mond, de hát biztosan valami európai színvonalat csak képviselnek, az európai kultúra a magyar emberek fejében egy minőségi kifejezés. Szoktunk azért mondani rosszat a magyar politikusokról, és szerintem sokan azt gondolják, hogy Európában mégiscsak színvonalasabbak a politikai viták, hát a nagy fenét. Mindenki látta, hogy a béka feneke alatt volt az egész. Valószínűleg sok hatás alatt vannak néhányan, én is ilyen kultúrsok szerű állapotban voltam, amikor végignéztem rajtuk, ahogy a tényeket mellőzve, gyűlölködve, mellőzve azt, hogy miért vagyunk ott egyáltalán, nem törődve Európával, nem törődve az európai emberekkel, csak a gyűlölet és a csak a támadás. De ez leülepszik. Most már én is túl vagyok ezen. Én is át tudtam gondolni, hogy mi is volt az értelme annak, ami ott történt. Megpróbáltam magyar szempontból megfejteni ennek az értelmét, és arra jutottam, hogy végül is, hogyha nem homályosítja el a látásunkat ez az atrocitás, inzultus meghazugság, akkor elég világosan kirajzolódik, hogy mi is történt. Itt az történt, hogy az Európai Bizottság elnökasszonya, és az Európai Néppárt vezetője, tehát Ursula von der Leyen és Manfred Weber úr bejelentették, hogy ők meg akarják buktatni a magyar kormányt. Bejelentették, hogy nekik egy másik kormány kell. Azt is megnevezték, hogy kikből álljon ez a leendő, mondjuk úgy Brüsszelita kormány. Ez a nemzeti szuverenista magyar kormány nekik nem jó. Ezt nyíltan kimondták. Én gondoltam eddig is, hogy ez van a fejükben, nem kell Nobel-díjasnak lenni, hogy az ember ezt kitalálja, de hogy ezt nyíltan belevágják Magyarország képébe és a világ képébe, ahelyett, hogy európai ügyekkel foglalkoznának, hogy ők egy tagállam kormányát meg akarják buktatni, és helyett egy másik kormányt akarnak, azért ennek a nyíltsága és szégyentelensége az azért szokatlan. Azt is megnevezték ők ketten, hogy kikből álljon ez az új kormány. Az európai szocialisták Dobrev Kláráékat akarják delegálni, hát őt is tolták előre, neki tapsoltak. A néppárt pedig a Tisza pártot Magyar Péterrel. És világosá tették, hogy ez az a koalíció, aminek a szerződése tulajdonképpen, vagy házassága ott meg is történt a szemünk előtt. Celebrálta anyakönyv vezetőként von der Leyen, Manfred Weber volt a tanú, a két érintett fél pedig világosan megmondta, hogy ők készen állnak arra, hogy teljesítsék azt, amit Brüsszel követel. Ez négy súlyos dolgot jelent, és ezt a négyet ott el is fogadták. Az egyik, hogy beleszállunk a háborúba Ukrajnával. Fogunk fegyvert szállítani, és adunk nekik pénzt a magyar költségvetésből. Világos volt, hogy támogatják a brüsszeli migrációs politikát. Be kell engedni a migránsokat. A családvédelmi-gyermekvédelmi törvényeket el kell törölni. És végül be kell szállni a gazdasági-kereskedelmi hidegháborúba. Ez a megállapodás a szemünk előtt jött létre. Tehát be akar delegálni Brüsszel a lendő magyar kormányba egy szocialistát, meg egy néppártit, akik majd támogatni fogják a legfontosabb brüsszeli szélkütűzéseket, amelyek éppen a konfliktusokat okozzák Magyarország és Brüsszel között. Vége a szuverenista magyar politikának, Brüsszel itt a kormányunk lesz, úgy fogunk kinézni, mint ahogy ezek az urak és hölgyek kinéznek, akiket láthattunk ott a parlamentben. Ez az értelme annak, ami történt. Azt kell világosá tenni, hogy mi értjük, ami itt történik. Láttuk ezt az eszküvői szertartást, nyílt szerződéskötést. Na de azért mi is itt vagyunk, tehát még nem oda Buda. Tehát lehet, hogy Brüsszelben ezt szeretnék, de a magyarok meg nem ezt akarják. Lehet, hogy ők ide akarnak delegálni egy kormányt a magyar szocialistákból, meg a tiszapártból, de azért ehhez a magyaroknak is lesz még egy képszava. Mi ezt nem fogjuk tétlenül nézni. Ezért kellett, ezért kellett beleállnom, vissza kellett vágnom, hogy világossá tegyem, hogy én értem, hogy itt van egy ilyen politikai koncepció, de mi ennek ellen fogunk szegülni. A magyarok majd maguk akarják eldönteni, hogy milyen program mentén milyen kormányuk legyen az nem megy, hogy Brüsszelből megmondják nekünk, hogy hogyan éljünk. Hogy ide küldik majd nekünk a zsoldosaikat, akik ezt majd végrehajtják, meg ránk kényszerítik. Ez már volt, amikor kívülről akarták megmondani nekünk, hogy hogyan éljünk. Ez nem fog menni, hogy majd hogy legyen a házasság, meg hogy kitenjedjünk be az országba, kivel álljunk háborúba, meg hogy kivel kereskedjünk kivelne. Ez már volt, amikor ezt nekünk megmondták. Ettől szabadultunk meg 30 éve. Ez a múlt ez a brüsszelite kormány ugyanolyan hónai szagú, mint amilyen a szocializmus meg a Szovjetunió volt. Ez már volt. Ez egy szabad ország, és majd a magyar emberek eldöntik, hogy mi legyen. Orbán Viktor a Kossuth rádióban még arról is beszélt, hogy meghirdette ezzel a brüsszeli tervel szemben az ellenállást, és szerinte ebben az ő legnagyobb szövetségesük a valóság. Amikor például, mondott egy példát is, orosz pártisággal vádolják a kormányt, azzal felel, hogy a többi ország az, a többi európai ország az, aki meg titokban Oroszországgal kereskedik, mert például indiai és török közvetítésen keresztül veszik meg ugyanazokat az orosz nyersanyaghordozókat. Köszönöm a figyelmüket, ha tetszett önöknek ez a post -bot podcast, akkor kérem iratkozzanak fel a hetek YouTube csatornájára, amelyet már több mint 93 ezeren követnek, és állítsák be az értesítéseket is a csengőgomb megnyomásával. Véleményüket a kommenteknél várjuk, illetve tetszésüket vagy nem tetszésüket pedig like és dislike gombokkal tudják kifejezni. Még egyszer köszönöm a figyelmüket, vigyázzanak magukra!